Két alapvető kategóriába sorolja a Szent Szellem az emberi kívánságokat. Az egyik a szellemnek a kívánsága, a másik pedig a testnek a kívánsága. A szellem kívánsága az jó a Bibliában. A test kívánsága az minden esetben rossz, mert itt természetesen nem a természetes kívánságokról van szó, hanem azokról a testi kívánságokról van szó, amire János is utal, ami nem volt része sohasem az emberi természetnek, hanem az Ádám Éva kísértésekor lépett be az ember természetébe ez a három destruktív, romboló, degenerált kívánság, a testkívánság, a szemkívánság az életnek, a biológiai életre kell itt gondolni, a kérkedése. Ez nem volt része eredendően az ember, ember természetének. Ha nem esett volna Áll, Ádám Éva Ádám és Éva a bűnben, akkor a természetünkben nem épült volna be. De sajnos elestek, és ilyen módon a természetünknek részévé vált, ez a három testi kívánság, ami eredendője nem az emberi természetből jött, nem az emberi természet ennek a három kívánságnak a forrása, hanem a sátán kísértés által helyezte bele azáltal, hogy az ember elfogadta a sátának a kijelentését, ezáltal került be az emberi természetbe, és lett az emberi természetnek a lényege. Ezért mondja Isten igéje Efézus Beliekhez, hogy az ó ember megromlott a család kívánsága által. És itt Pálapostól erre utal, hogy az újjászületés a szellemben való járásban az embereknek, a keresztényeknek nagyon figyelni kell, hogy a test szerint ne éljenek, mert megvan ez a lehetőségünk az újjászületésben természetesen, mert látjátok, hívőkről szól a Szentlélek, hogy ez a küzdelem, ez a harc zajlik a saját személyiségünkben is, mert a testnek a kívánságai részévé váltak az ó természetünknek, tulajdonképpen az ó emberünk ennek a kreációja, ennek a produktuma azért lett romlott, és azért van szükség arra, hogy a názárti Jézus Krisztussal együtt halálba legyen adva, és más megoldása nincs Istennek, mint a megfeszíteni Krisztus halálával. Ez történik vízkerességben, de utána is van dolga az embernek ezzel, hogy nem az életmódját, életvezetését, értékrendjét úgy kell meg, meg, megváltoztatni, hogy az élete ne a testnek a vágyaira is a kívánságos a romlott. Testékben nem az éjség, meg a szomjúságra kell itt gondolni. Tehát nem ezekre a kívánságokra kell épülnie, hanem. Szellemben kell járni, a szellem az tudja, hogy mi az, ami jogos az emberi test számára. Az, az, az Eredendően a szelleme az embernek nem volt háborús viszonyba a külső fizikai részünkkel. Csak röviden, az ember ugye áll fizikai részből, anyagból, amit a Földből vétetett az ember, és van egy láthatatlan része az embernek, ez a lélek szellemnek a területe, és eredendően a kettő fő alkotó rész között nem volt diszharmónia, nem volt hasonlás nem harcolt a test, a fizikai test, az anyag, nem harcolt a lélek és szellem ellen. De a bűn után ez be, bejött ez a három kibánság, és az embernek a szelleme halottá vált, és ilyen módon a külső ember teljes mértékben dominált az emberben, és ennek az lett az eredménye, hogy egyszer az ember nem tudott más csinálni a bűnös állapotában, mint védkezni az élő Isten ellen. Tehát ez, ez nem valami szokatlan az ember számára, ha nem tud más csinálni. Ez jön ki az emberből. Nem azért lettél bűnös, mert bűnt követtél el, hanem azért követtél el bűnt, mert eleve bűnös állapotban euh, születtél meg. Ezért van szükség újjászületésre. Tehát ezért nem kell olyan nagy tragédiának venni, hogy bűnt követtél el mindaddig, amíg nem találkoztál Jézus Krisztus, persze nem jó dolog, nehogy értsétek, hogy most kitüntetésbe fogunk részesíteni, és meg fogunk dicsérni tégedet, de egyébként hát a Biblia erről beszél, ha nem, nem így tettük, lenne, tudtunk volna megtérés nélkül, újjászületés nélkül is szent módon élni, akkor miért kellett volna Istenek elküldeni Krisztust a Földre, és miért kellett volna a Krisztusnak, a Mesiásnak emberi természetet alkotni, és miért kellett volna az ember názárti Jézus Krisztusnak meghalni a bűneinkért. Ha tudott volna az ember, ő nélküle, megváltás nélkül is szent és igaz ember lenni. De nem tudott. Ezt az emberiség négyezer éven keresztül próbálta. Senkinek nem sikerült. Csak a megváltott embereknek, akiket előzetesen már Isten részesítette a megváltásnak a kegyelmi ajándékába. Tehát olyan nagy problémát ne csináljál, hogy romlod vagy, vagy ilyen múltad van, hanem örülj annak a csodálatos kegyelemnek, ami a Názeti Jézus Kisztus által megjelent számodra, hogy ki tudsz ebből jönni, dicsőség Istennek. El tudod hagyni.